Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Belföld. Dajcs Tamás, a Fidesz EP képviselője a heti TV Pirkada című műsorában beszélt a Nemzetközi Holokauszt napról, annak tanulságairól. A holokauszt során több mint félmillió ártatlan magyar zsidó pusztult el, de nagyon sok magyarországi romát gyilkoltak meg, ahogy más kisebbségeket is. Ez egy olyan nemzeti tragédia, ami mindenkinek a tragédiája. Erről pedig azért kell megemlékezni, mert a közös emlékezet az igazi garanciája annak, hogy ilyen soha többé ne forduljon elő. Ezen a napon érdemes mindenkinek az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Kertész Imre sorstalanságát elolvasni, vagy megnézni az Oscar-díjas Saul fia című filmet. Ezek a művek a művészet erejével foglalkoznak a holokauszt személyes tragédiájával, ami képes elgondolkodtatni az embereket. Dajcs Tamás hozzátette, a politikusnak is van felelőssége, nem csak az átlagos hétköznapokon, hanem az ilyen jelentős emléknapokon is. Nekik kell azt megtenni, hogy a politika világában az antiszemitizmus, a rasszizmus leghalványabb gondolata se jelenjen meg. Magyarország ma képes megvédeni a magyar zsidóságot, a kormány védi az emberi méltóságot, biztosítja a vallásszabadságot és támogatja a magyar zsidóságot kulturális identitásának megőrzésében és megerősítésében, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából. Gulyás Gergely a közösségi oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott: emlékezünk a világ zsidóságának II. Világháború alatti tragédiájára, amely Európa és Magyarország történelmének is borzalmas tragédiája volt. Számon tartjuk a gyilkosokat, akik a faji felsőbbrendűség tudatában alkottak törvényeket, hoztak ítéleteket, adtak parancsokat és gyilkoltak ártatlan embereket. Emlékezünk, hogy a 21. században elkerüljük a 20. század istentelen és embertelen diktatúráit. Emlékezünk az áldozatokra és mindarra, amit velük veszítettünk, a falvak és városok elveszett közösségeire, az általuk teremtett világra, amelyeket sok nemzedék élete és szorgalma hozott létre, és amelynek helyét azóta sem töltötte be senki, mondta. Szerdán érkezett a Bamlanivimab nevű koronavírus elleni gyógyszer Magyarországra. A készítményt elsőként a Délpesti Centrum Kórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet alkalmazhatja, nyilatkozta a Délpesti Centrum Kórház főigazgatója. Váina István azt mondta, hogy a készítmény egy már meggyógyult beteg vérplazmájából készített monoklonális antitest, amely az esetek háromnegyedében megakadályozza, hogy súlyosabb szövődmények alakuljanak ki, és emiatt a beteg kórházba kerüljön. A készítményt az igazolt megbetegedés után egy héttel, maximum 10 nappal lehet beadni azoknak a betegeknek, akiknél nagy a kockázata a betegség súlyos lefolyásának, de még nem kerültek kórházba. Hozzátette, a gyógyszert egy órás infúzió formájában járó betegellátás keretében kell beadni. Azt, hogy ki kapja meg a gyógyszert, az orvosok döntik el. Eddig mintegy 5200 jellemzően orvos és egészségtudományi egyetemi hallgató vett részt a koronavírus járvány elleni védekezésben, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Sanda Tamás tájékoztatása szerint a hallgatók kivették a részüket a pedagógusok és a kormányhivatali dolgozók decemberi országos szűréséből, januárban pedig szintén a pedagógusok, illetve a szociális dolgozók szűrésében segítettek. Csaknem 1000 fiatal 64 különböző kórházban dolgozik vagy dolgozott. Őket ezekre a helyszínekre kirendelték a kormányhivatalok. Kiemelte, sok százan dolgoztak és dolgoznak most is önkéntesen az orvos egyetemi klinikákon, az országos mentőszolgálat kötelékében pedig 17.757 műszakban teljesített szolgálatot, mintegy 2200 fiatal. Smuk Erzsébetet, az LMP társelnökét indítaná az ellenzéki párt a 2022-es országgyűlési választáson a Pest megyei 9-es egyéni választókerületben, vagyis Nagykátán és környékén. Kanász Nagy Máté, aki ugyancsak az LMP társelnöke, a Nagykátán tartott online is közvetített sajtótájékoztatóján kijelentette, az ellenzéki együttműködésnek felkészült és hiteles jelöltre van szüksége a kormány és korszakváltáshoz, olyan emberre, akiknek a legnagyobb esélye van a Fidesz képviselőinek leváltására. Smuk Erzsébetnek nem csak a parlamenti munkában van tapasztalata 2014 óta, de a pártvezetés mellett a zöld mozgalmakban is évtizedek óta részt vesz, mondta Kanász Nagy Máté.
A koronavírus járvány és az ingyenes vakcina is ösztönzi az illegális migrációt, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hozzátette, a járvány miatt tömegek veszítik el a munkahelyeiket, így a jobb megélhetés reményében egyre nagyobb számban kísérelnek meg fejlettebb országokba, ezen belül az Európai Unió tagországaiba eljutni. A tavalyi érkezési adatok figyelemre méltó növekedést mutattak, és ennek hatására számos országban határozott intézkedéseket tettek a tömeges illegális migráció szabályozására, illetve megállítására, közölte. Külföld. A szélsőséges elemeket, megnyilvánulásokat ki kell iktatni a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokból, hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kijevben, azon az online tájékoztatón, amelyet Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után tartott vendéglátójával. Szijjártó Péter elmondta, arra kérte hivatali partnerét, hogy kezdjenek közös munkába a kétoldalú kapcsolatokban az elmúlt években feszültséget keltő oktatási törvény ügyében, és a két ország között létrehozott közös oktatási munkacsoport kezdjen konzultációkat. Hangsúlyozta, hogy ha ezeken az egyeztetéseken megoldást találnak, akkor nagyon komoly teher kerülhet le a kétoldalú kapcsolatokról. Kuleba ígéretet tett arra, hogy a munkacsoport hamarosan össze fog ülni. A magyar miniszter hozzáfűzte, ukrán partnere biztosította afelől, hogy a készülő kisebbségi törvényről is érdemi párbeszédre kerül sor, amelybe bevonják a magyar nemzetiség képviselőit. Kifejtette, hogy a magyar kormány a kárpátaljai magyar nemzeti közösségre úgy tekint, mint összekötő kapocsra a két ország között, és e tekintetben, mint erőforrásra. Fontos, hogy mindig emlékezzünk a holokausztra, mert ezek a dolgok bármikor újra megtörténhetnek, mondta Ferenc pápa szerdán az auschwitzi haláltábor felszabadításának 76. évfordulóján. Az emlékezés az emberiesség jele, az emlékezés a civilizáltság jele, mondta a katolikus egyház fő. Az emlékezés egy jobb, békés és testvéries jövő feltétele, tette hozzá. Az emlékezés azt jelenti, hogy odafigyelünk, mert tisztában vagyunk vele, hogy ezek a dolgok újra előfordulhatnak, folytatta a pápa. Minden egy adott nép megmentéséről szóló ideológiával kezdődött, és egy másik nép megsemmisítésével és az emberiesség felszámolásával végződött. Figyeljük csak, hogyan kezdődött ez az út, amely halálba, népirtásba és brutalitásba torkolt, hangsúlyozta. A koronavírus új variánsának terjedésétől tartó Finnország korlátozta a beutazás területére. Az éjféltől érvényes óvintézkedések értelmében csak rendkívüli esetekben, például munkaügyben és családi okokból engednek be külföldieket az északi országba. A beutazóknak rendelkezniük kell koronavírus teszttel. Az intézkedések egyelőre február 25-éig lesznek hatályban. A finn állampolgárok törvény biztosította joga, hogy bármikor visszatérhetnek hazájukba. A Helsinki Külügyminisztérium ugyanakkor arra kérte a finneket, hogy halasszák el a nem sürgős utakat, és lehetőség szerint ne látogassanak Nagy-Britanniába, Írországba és Dél-Afrikába, ahol elterjedtek a vírus új, erősebben fertőző variánsai. Egyhangú szavazással ratifikálta az orosz parlament alsóháza a hadászati nukleáris támadó fegyverek csökkentéséről kötött orosz-amerikai új START szerződés 5 évi meghosszabbítását. Korábban a felek között diplomáciai jegyzékváltás történt a február 5-én lejáró szerződés 2026. február 5-éig tartó meghosszabbításáról. Az orosz külügyminisztérium a maga részéről elfogadhatónak nevezte a megállapodás fél évtizedes hosszabbítását. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök videó üzenetének szövege a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából, amelyet az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának napját jelöli, január 27-én a világ hivatalosan megemlékezik a 6 millió zsidó férfiról, nőről és gyermekről, akiket kegyetlenül meggyilkoltak a nácik és kollaboránsaik a holokauszt során. Emlékezünk az emberiesség történelmének eme legsötétebb fejezetére, amikor egy európai ország úgy döntött, hogy politikát és programot fogad el minden egyes zsidó megsemmisítésére, mozgósítva egy modern, fejlett ipari állam teljes erejét a hihetetlen rémálom megvalósítására. A 21. században az antiszemitizmus betegsége továbbra is fertőz és terjed, létezik a tehetős nyugaton és a keleti fejlődő világban.
gazdasággal folytatjuk. Legalább bruttó 260 ezer forintot visznek haza az Auchan dolgozói. A legnagyobb állományt kitevő, nem vezető beosztásban dolgozó áruházi munkatársak alapbére a garantált bérminimumnál, illetve a minimálbér jogszabályban előírt emelésénél magasabb mértékben átlagosan 5,6%-kal emelkedik március 1-től. A legalacsonyabb belépő alapbér pedig 6,2%-os emelést követően bruttó 260 ezer forint lesz, közölte a cég a Piac & Profittal. Az Auchan Retail Magyarországnál a 2021-es bérstratégiájának megfelelően a nem vezető beosztásban dolgozó áruházi munkatársak alapbére tehát átlagosan 5,6%-kal emelkedik március 1-től. A legalacsonyabb belépő alapbér pedig 6%-os emelést követően bruttó 260 ezer forint lesz. Az Auchannál az árufeltöltő és pénztáros pozíciók mellett számos más szakma is megtalálható. 2021. júliusától egy szakértő szintű pék bruttó jövedelme elérheti a 395 ezer forintot, az online áruházban dolgozó kiszállítói szakértő munkatársé pedig az 514 ezer forintot is. Végül a várható időjárásról. Ma átmenetileg kissé mérséklődik a szél. Nyugat felől egy mediterrán ciklon éri el térségünket, megnövekszik a felhőzet, de keleten délelőtt számítani lehet még napsütésre, majd a délután folyamán ott is beborul az ég. Napközben a Dunántúl északi felén fordulhat elő kisebb hóesés, hószálingózás, havas eső, majd éjszaka már bárhol számítani lehet kisebb esőre, havas esőre, északkeleten havazásra. Megerősödik a délnyugati szél. A hőmérséklet jellemző átlaga reggel -7, -1, délután pedig -2, +3 fok körül alakul. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!